akkor, amikor tisztelgünk 1848 szabadság hősei előtt, akkor gondolnunk kell azokra is, akik az elmúlt századokban, az elmúlt évszázadban, az elmúlt 30 évben, az elmúlt egy esztendőben megvívták a közösség egy-egy szabadság harcát. Tisztelegnünk kell azok előtt is, a hétköznapi hősök előtt, akik az elmúlt egy évben nehéz körülmények között odafigyeltek az elesettekre, gondozták a betegeket, és harcoltak azért, küzdöttek azért, hogy ismét szabadok lehessünk. Ápolók, orvosok, kutatók, mindazok, akik szinte észrevétlenül, valahol az árnyékban maradva, nem a reflektorfényekben állva, küzdöttek azért, hogy ismét szabadon élhessük meg az életünket, szabadon tervezhessünk. Tisztelet, főhajtás az 1848-as hősök előtt, a szabadságharcosok előtt, tisztelet és főhajtás a hétköznapi hőseink előtt.